Ennek fogjuk most a gálát Sári Kovács Szilvia alpolgármester nyitotta meg, és kívánta jelenlévő szülőknek, nagyszülőknek jó szórakozást a hagyományőrző népi játékok, mondókák és táncok megtekintéséhez. 18. Ovi gálán vagyunk, és szerencsére, hogy itt lehetünk, együtt vagyunk, és nem kell bezárkóznunk, ahogyan eddig tehet, vagy eddig kellett tennünk, hanem egymás között lehetünk, és élvezhetjük a gyermekek gyönyörű produkcióit. Nagyon sokan tudják, hogy nekem 5 unokám van. És szomorúan mondom, hogy egyetlen egy gyermekemnek, unokámnak, egyetlen egy ovi gáláján sem voltam, mert hogy azokban az óvodákban nem volt ovi gála. Jártak óvodába, voltak biztosan műsorok, de ott sem tudtam részt venni, és még anyák napja sem volt. Tehát én úgy gondolom, hogy a karcagi óvodák nagyon jól működő óvodák, hiszen nem csak gyermekmegőrzést szolgálják, hanem a gyermekekkel minőségi, oktató munkát, pedagógus munkát folytatnak, szeretetteljes légkörben nevelik gyermeküket, és nyitottak a szülők, nagyszülők előtt, és az egész város előtt. Egy idézetet hoztam. Ha egy kis bimbó mindent megkap, ami növekedéshez szükséges, világgá fejlődik. Elegendő szeretet, támogatás, táplálék és oktatás mellett a mi gyerekeink is virágozni fognak, Willy McGidorn. Milyen igaza van? A mi gyermekeink, hogyha rájuk nézünk, mosolyognak, kinyílt, gyönyörű virágszárak. Külön kiemelte, hogy országosan is példaértékű a MIEU által immár 18. ovi gála, és az is, hogy minden óvodában van konyhakert program is. Jó óvodásnak lenni Karcagon, elmondhatjuk, hiszen szépen felújított óvodákban, ahogyan az előbb elmondtam, minőségi oktatási nevelő munka folyik, szeretetteljes, meleg légkörben. Ennek fogjuk most, biztos vagyok benne, legminőségibb és legéletűbb tanúbizonyságát kapni, látni, hallani, hiszen biztos vagyok benne, hogy minden tagóvoda fantasztikus, gyönyörű műsorral fog bennünket elkápráztatni. És elismerés illeti a szülőket is, nagyszülőket is, hiszen az óvodát tudom, hogy mindig megfelelően és kellőképpen támogatják. Teljes mellszélességben ott vannak a rendezvényeket, a műsorokon, és biztosan most is nagyon sokat készítették a gyermekeket erre a szép délutánra. A gálán adják át minden alkalommal a kuratórium döntés alapján az alapítvány díját is olyan két intézménynek vagy magánszemélynek, akik munkájukkal vagy anyagi támogatásukkal segítik az óvodák munkáját. Idén Lévainé Kovács Róza, a KIAMI intézmény vezető helyettese, Bónusz Bona díjas tehetséggondozó pedagógus és az Akácliget gyógy- és strandfürdő kapta. Utóbbit Kocsis István szolgáltatási üzletág vezető vette át a kuratórium elnök helyettesétől, Sótiné Szatmári Dórától. Az idén a Kúten és a Takács Péter utcai óvodák jubileumot ünnepelnek. Ebből az alkalomból Sári Kovács Szilvia alpolgármester adott át részükre egy-egy oklevelet. Ezt követően a gálán a létszámkorlátok miatt két részletben léptek fel az óvodások, néptánccal, játékkal, mondókákkal.